Szó sem lehet elévülésről a devizahiteleknél, ezt mondta a Fidesz frakcióvezetője, így visszamenőleg a szerződéskötés kezdetéig jár vissza pénz az adósoknak az egyoldalú kamatemelések és az árfolyamrés miatt. Erről szól az a törvényjavaslat, amelyet már ma tárgyal a parlament. Mindez a Magyar Nemzeti Bank alelnökének számításai szerint akár 900 milliárd forintjába is kerülhet a bankoknak. Németh Attilának a válása után új életet kellett kezdenie. Korábban a házon kívülnek beszélt arról, hogy ezért vett panellakást, persze hitelből. Akkori információ birtokában én úgy döntöttem, hogy svájci frank alapú hitelt veszek föl, lévén a törlesztő részlete drasztikusan kevesebb volt, mint egy akkor éppen aktuális forint hitelnek lett volna. A hitelt 2007-ben vette fel. A Bankszövetség korábbi nyilatkozata alapján vele például csak 2009 nyaráig visszamenőleg számoltak volna el az árfolyamrés, valamint az egyoldalú kamatemelések miatt. Az azt megelőző két évre nem. Ezt az 5 éves elévülési idővel magyarázták. Ezért nyújtott be a Fidesz módosító indítványt. Minden olyan szerződés esetében, ami még ma is él, ott semmilyen elévülésről nem lehet beszélni, és a lezárt szerződések esetében is csak akkor lehet elévülésről beszélni, hogyha legalább 5 esztendő telt el a szerződés lezárulása és egyébként a mostani időszak között. A Bankmonitor számításai szerint egy átlagos svájci frank alapú hitelnél, amit 2007-ben vettek fel, az árfolyamrés alkalmazása miatt 300 ezer, az egyoldalú kamatemelésekért pedig további 900 ezer forint járhat az elmúlt 7 évre. Így az ügyfél összesen 1 millió 200 ezer forintot kaphat vissza a bankjától. Az MSZP szerint a javaslat elfogadható, de a kormány sem bújhat ki a felelősség alól, mert direkt gyengítette a forintot. 2010. áprilisában a kormányváltást közvetlenül megelőzően egy svájci frankért 185 forintot kellett fizetni. Ez 2014. áprilisában 4 éves Fidesz kormányzás után több mint 252 forintba fáj mindenkinek. Az árfolyamrés alkalmazása és az egyoldalú kamatemelések miatt a törvényjavaslat értelmében a bankoknak egyedül kell viselniük a terheket. A Nemzeti Bank alelnöke szerint 600-900 milliárd forintjába kerülhet ez a pénzintézeteknek. A kihirdetéstől számítva 90 napon belül kell elszámolniuk az ügyfelekkel. Hogy milyen formában, arról szeptemberre készül újabb törvényjavaslat, mint ahogy arról is ősszel lesz új jogszabály, hogy miként forintosítják a devizahiteleket. Rogán Antal azt mondta híradónknak, ez valószínűleg a piaci árfolyam alatt fog megtörténni.